Az idei városnapok rendezvénysorozata a Kastélykönyvtár galériájában kezdődött Bánhelyi József fotóművész Ablaka múltra című kiállításának megnyitójával. A közönséget az intézmény igazgatója Szente Takács Anna köszöntötte. Kedves vendégeink! Nagy tisztelettel köszöntöm Önöket a Devecseri Kastély Galériában, Devecseri Városi Könyvtár és Művelődési Ház valamennyi dolgozója nevében. Így a 2018-as Devecseri Városnapok megnyitójaként Devecseri Városi Önkormányzata rendezvényén, amikor Bánhelyi József fotóművésszel ismerkedhetnek meg, és az ő gyönyörű fotók kiállítását Ablak a múltból címmel tekinthetik meg. Nagy tisztelettel köszöntöm a körünkben megjelent Ferenczi Gábor polgármester urat. És ugye a Városnap rangjához méltóan kiállításunkat megtisztelte a polgármester asszony Bognár Ferencné, és köszöntöm őt is. Köszöntöm a képviselőtestület megjelent tagját. És intézményvezetők közül Bognár és Simon Katalin Gárnyi Géza Emléktársaság elnökét, vezetőjét, de ahogy említettem, a Városnapok megnyitó rendezvényén vagyunk jelen. Mindig igyekszünk egy olyan kiállítással felütni, úgymond a három napot, ami érdeklődésre tarthat számot, hogy miért is, vagy egy gyerekrajzpályázat, ami igazából fantáziadús, vagy egy fiatal művész képeiből kiállítás, ami 2016-ban volt, ami szintén érdekes, hiszen modern alkotásokat tekinthetünk meg. Jelen esetben pedig József kiállításán a múltba tekintünk vissza. Igazából azt gondolom, hogy valamennyiünk számára méltó példakép lehet az, hogy ő fiatal kora ellenére a hagyományok megőrzésére törekszik, a múlt tiszteletét próbálja továbbvinni, ami ugye mindannyiunknak tanulság lehet, hiszen a múlt tisztelete nélkül nem élhetünk a jelenben, és nem építhetjük a jövőnket sem. Ezen én tisztelettel átadnám a szót polgármester úrnak, és megkérném, hogy nyissa meg a kiállítást. Köszönöm szépen, sok szeretettel köszöntök én is mindenkit. Azt gondolom, hogy ez a mai kiállítás megnyitó egyben méltó nyitánya lesz a 2018-as Devecseri Városnapoknak is, ahogyan intézményvezető asszony elmondta. Igyekszünk ilyenkor a Városnapok nyitányaként a pénteki napon egy olyan kiállítást szervezni, megnyitni, ami azt gondoljuk, hogy méltóképpen igazodik a Városnapokhoz, annak a színvonalát mindenképpen emeli. Van bennem némi szubjektivitás, ugyanis most már 4 éve ismerjük egymást személyesen Bánhelyi József Zoltánnal, mégpedig a Bakony-Somló Népművészeti Találkozó kapcsán ismerkedtünk meg, amit évek óta itt Devecserben tevékenyen követ és fotóival gazdagítja ezeknek a rendezvényeknek a megörökítését. Nem csak a városi televízió, hanem ezek a fotók is. Azt gondolom, hogy ezeket a szép pillanatokat meg tudják számunkra tartani. Nagyszerű találmány a fotó, hiszen a fényképésznek lehetősége van a történelem eseményeit, annak pillanatait megörökíteni, és az utókor számára átadni. Egy Ablak a múltra a címe ennek a kiállításnak. Ablak egyben a történelemre, ablak a környező vidék, a környező települések múltjára, de ugyanakkor nem csak a történelem eseményeire ad betekintést ez a kiállítás, hanem azt gondolom, hogy betekintést nyerünk a kamera túloldalán található alkotóra is, aki egyébként rendkívül szerény módon azt írta a hitvallásában, amit itt olvashatunk a falon, hogy egy kicsit művész is. Én azt gondolom, hogy ezt jeleztem Józsefnek is, hogy túlzottnak érzem ezt a szerénységet,
hiszen bár valóban autodidakta módon sajátította el a fényképészet, és itt hadd fogalmazok úgy, hogy mint művészet rejtelmeit, de ezeknél a képeknél egy rendkívül nagy teljesítmény az, ahogyan ezeket a képeket feldolgozta, hozzátette a saját tudását, illetve a saját szubjektív véleményét is. Majd amikor önök is végigmennek a kiállítás anyagán, látni fogják, hogy minden képen van valami plusz ahhoz képest, ahogyan annak idején készült. Rendkívül izgalmas számomra, hogy vissza tudunk menni az időben, közel 100 évet, és megismerhetjük ezekről a fotókról az akkor élt honfitársainknak az életét, a mindennapjait, azokat a településeket, azokat a faluképeket, amelyeket, ha nem lennének ezek a fotók, akkor csak a képzeletünkben tudnánk valahogyan elhelyezni. Mindenkinek sok szórakozást kívánok a kiállítás megtekintéséhez, lejjük örömünket ezekben az alkotásokban. És köszönöm szépen Báhelyi József Zoltánnak, hogy ezt az anyagot elhozta hozzánk, illetve azt is, hogy a helyi hagyományainkat is igyekszik méltóképpen megörökíteni. Köszönöm. Ami engem érdekelne, hogy ha egy kicsit ilyen interjúba csaphatunk, hogy ilyen fiatalon mi volt az a pont az életedben, ami a múlt felé irányított? Tudsz ilyenre visszaemlékezni? Igazából konkrét pont nem nevezhető. Ez folyamatosan. Ugye mindig azért az ember talál otthon valami régi fényképet, és ahogy ezek így jöttek elő, akkor másnál is találtam, és amikor tényleg így jobban kiszélesedett a látókör, többen megismertek mint fényképészt, mint fotoművészt, akkor volt rá példa, hogy kaptam is régi fényképeket. Mikor ezt a kiállítást megcsináltam először, mikor már volt olyan mennyiségű képanyag, amiből ezt már így elő lehetett varázsolni, onnétól rengeteget. Rengeteget kaptam úgy, hogy nálam még biztosan egy helye van, mint bárhol egy könyvben vagy egy padláson. Úgyhogy most így bővül, szépül és alakul ez az anyag. Én nagyon-nagyon köszönöm, hogy elhoztad a 8. állomására ezt az anyagot. További sok sikert kívánok, és meg szeretném köszönni a segítségüket. Polgármester úr is meg szeretném képzelni, hogy megfogja. Hát ugye könyvtárból könyvet. Nagyon szépen köszönöm. További sok sikert, hosszú munkát kívánok, jó egészséget az egész családodnak, kedves feleségeddel és gyermekeddel, vagy gyermekeitekkel, nem tudom, egyről tudok. Polgármester úr is ugye... Köszönetünk életétek is. Igen. Energiát palackozva. Köszönöm.